Ez az új Ryzen AI sorozat már megmutatta magát Game & Notic-ban, extra vékony ultrabookokban, és most itt az ideje annak, hogy megnézzük pontosan mit tud direkt munkára szánt ProArt Notic-ban. Ez utóbbiból persze nem is egyet, de mindjárt kettőt is meg fogok nézni, egy szép nagy 16 colos munkásállomást, és egy pici 13 colos hordozható már-már tabletszerű gép is terítékre kerül. Kezdjünk is bele, nézzük, hogy mire képes ez az apró RTX 4070-nel szerelt erőgép és a nagy tesója. Az Asus ProArt részlege mindig is már a nevében is viselt művészi vonalra ment rá. Különböző hardverek és gépek tartoznak ebbe a kategóriába, és a fő céljuk, hogy hatékonyan lehessen rajtuk képeket szerkeszteni, videót vágni, tervező programokat futtatni. Tudjátok, ez az az igazán munkára szánt sorozat. Épp ezért sehol nincs a gamer laptopokra jellemző csillivilli RGB, általában egy nagyon visszafogott és egyszínű külsőt kapnak. Erre remek példa lesz a mai két szereplőnk. Matt fekete az egész burkolat, és csak az alsó sarokban figyel egy ProArt logó és felirat. De ezek is amúgy alig vehetők észre. Letisztult művészi külsejük van mindig ezeknek az eszközöknek, és főleg a hardware részlegen az arany és fekete van kombózva a színek terén, és harmadik, negyedik szint nem igazán hoznak be a palettába. A MacBook-szerű felépítés persze megvan. Nagy 16-szalos 16-10-es OLED képernyő figyel a nagy tesón, ami 60 Hz-es és a 4K felbontás 16-10-esített verzióját kapjuk. Nem is kérdés, hogy gyönyörű a megjelenése, ami jól is fog jönni nekünk, ugyanis egy ilyen művészi munkás laptopon azért egy eléggé nagy előnynek számít, ha a képernyő színhelyes. Ezért 100%-os DCI P3 szabványt kapunk, van VESA Display HDR TrueBlack 500-as, és az ipari szabványoknak teljesen eleget tesz. De az adatokon kívül elég csak ránézni, lehengelő a képminőség. Nyilván ehhez főleg a grafikai munkákhoz elegendő, erő is kelleni fog. Nézzük meg, hogy mi van a burkolat alatt. Van itt egy Ryzen AI 9 HX 370-es processzor, ami max 5,1 GHz-re képes és 12 magos, 24 szálos. Itt főleg az AI teljesítmény és az energiatakarékosság dominál a szerény 50 trillió MPU AI művelettel, amire képes másodpercenként, és persze az alap RDNA 3.5-ös iGPU sem egy gyenge darab. De ne aggódjunk, itt mind a két gépnél majd be fog segíteni egy nagyon közkedvelt Nvidia mobil GPU az RTX 4070 személyében. Ez még rádob az egészre 321 TOP-t és a 8 GB VRAM, a kb. 15 teraflop nyers erővel megtámogatva egy munkára és konkrétan játékra is egész használható csomagot képez. Kapunk még a gépben 64 GB 7500 MHz-es órajellel megtámogatott rendszermemóriát és 4 TB SSD-t, ami 5 GB per szekundummal tud olvasni és 4 GB-tal írni. Ezekkel az adatokkal azért el lehet lenni, sok projektfájlt tárolhatunk majd rajtuk. Miközben a gépeket majd izzasztjuk, a hőmérséklet miatt sem kell aggódni, konkrét Celsius fok értékeket persze fogunk nézni, de a három ventilátoros folyékony fémes megoldása az Asusnak a rengeteg porszűrővel egy kellemes hőfogot sejtett. Ha munkára kerül a sor, az óriási trackpaddel el tudunk lenni, el lehet vele molyolni, amire még a sarokba egy érintős pótméter is felfélt. Akik komolyabb munkát végeznek a gépükön, biztos, hogy tudják, hogyan is hasznosítsák, de alapból a fényerőt és a hangerőt lehet állítani, persze egy képszerkesztőben, ahol folyamatosan állítgatjuk a különféle eszközöket, azoknak a méretüket, egy elég széles skálán, na ott jöhet nagyon jól ez a kis plusz eszköz. Részletesen az Asus féle ProArt Creator Hubban lehet amúgy testre szabni ezeket, mindemellett még a gépről is találunk rengeteg információt, olyasmi, mint a Gamer Notic-nál az Armory Crate, csak itt oldít róla, hogy ez a ProArt Noticon van, ez egy művésziesebb, az egész felület teljesen más. A hathangszórós rendszer nagyon jól muzsikál, zenehallgatáshoz vagy esetleg videóvágásnál, zeneszerkesztésnél is jó fog jönni, ha nem kényelmes nektek mondjuk egy fejhallgató. Én személy szerint mindig hangfalt használok videóvágásnál, úgyhogy nekem igenis szempont a hangszóró, ami alapból van a gépben, és erre a tesztidőszak alatt egyszer sem volt panaszom. Persze a Dolby Atmos és a Harman Kardon jól csengő címkék, de nézzük a gyakorlatban, jöhet egy kis hangteszt. Természetesen a portok is a gép felhasználási módjára erősítenek rá. Van itt full size SD kártyaolvasó, USB 4-es csatlakozó, HDMI port, csak hogy párat említsek ezek közül. Mind-mind nagyon jól fognak jönni, ha éppen másolni akarunk lefel. A biztos vezeték nélküli kapcsolatot a Wi-Fi 7 teszi lehetővé, mivel Ethernet port nem is került a gépre, ezt fogjuk főleg használni, de úgy vettem észre, nekem végig elég volt ez a vezeték nélküli kapcsolat is. A munka során persze a dedikált Copilot gomb nagyon hasznos lesz, és itt van minden Asus fajta AI
szabályos, szoftveres megoldás. A StoryCube a MuseTree, amiben főleg a képmanipulálásé lesz a főszerep AI segítséggel. Mindez persze a jóval kompaktabb, kis hajtogatós 13 colos gépünk is tudja, annyi, hogy itt egy 3K-s panelünk van, de ugyanolyan gyönyörű a kép és a belső hardware terén is teljesen megegyezik a kettő. Ez 32 GB RAM-mal kapható és 2 TB SSD-vel, de minden más lényeges hardware ugyanaz. A CPU, az NPU, a GPU mind-mind ugyanazok, annyi, hogy ebbe a kisebbik fajta SD kártyákat lehet beletenni, de ugyanúgy megvan az USB 4 és a HDMI port is. A Wi-Fi 7-es kapcsolat is ugyanaz, és az akku picit pár kisebb lett 73 wattórás, de a takarékos hardverrel ezzel is el leszünk egy darabig, az biztos. Ennél a gépnél a 16 szolos modellel ellentétben a dobozba rejtettek még egy Asus Pen 2.0-át, mivel ez egy teljesen hajtogathatós, érintőképernyős gép, úgyhogy ennél nagyon is hasznos lesz majd. A művészi munkáknál még jobban is jön ez a felület a tollal együtt, így ez egy kicsit még inkább a proát képviselője a nagy laptophoz képest. Na de mi történik, ha valamiért a munka mellett egy kis játékra is adnánk a fejünket, főleg ennél a 13 calos modellnél fog kijönni nagyon ez a teljesítmény az RTX 4070-től, de mivel azonos a hardware, vegyesen fogjuk megnézni a gameplay-eket, melyik hogy teljesít, jöhetnek is a tesztek. Először nézzük meg a kisebbik laptopot, mert ezt érdekesebbnek találtam, azért mégis csak 13 col és félig meddig egy tabletről beszélünk. Játékteszteket ezen mindig sokkal érdekesebb futtatni. Kezdtem a sort a Forza Horizon 5-tel, ahol extrém grafikai beállításokon vagyunk, viszont felbontásban megmaradtam a Full HD-nál, ez igaz amúgy az összes tesztelendő játékra és gépre, maradt a Full HD felbontásnál, és így néztem meg, mire képes, így legalább a Ryzen Procit is kellően meg lehet izzasztani. Itt olyan nagy kihasználtsága persze nincs a Forzánál, olyan 25-30%-os kihasználtságunk van, egyáltalán nem durva, viszont a GPU hőmérséklete megmaradt ezen 77 Celsius fokon, úgyhogy max teljesítmény módban voltam, és látszik, hogy 100%-ban kihasználja a játék, úgyhogy ez egy egész korrekt hőmérséklet, amit tud hozni. Szintén korrekt persze a fogyasztása 65 watttal, ilyen teljesítményt 65 wattos fogyasztás mellett nem tudom, hogy pontosan mit tudna még hozni, ez szerintem valami rekord, de írjátok meg kommentben, ha tudtok egy olyan hardvert, ami jobb FPS számokat hoz ilyen kis fogyasztás mellett. A VRAM kihasználtság persze elég magas, az extrém grafikai beállítások miatt 7,5 GB, és a rendszer memóriából, mivel nagyon sok van még a kisebbik gépnél is, a 14,2 GB egyáltalán nem vészes, rengeteg tartalékunk van még. Ez a kellemes 115-120 FPS, amit folyamatosan tud hozni a játék, több mint vállalható, úgyhogy 60 Hz-es a kijelző, még kicsit sok is, érdemes lekorlátozni és mondjuk a felbontáson növelni. Sokkal inkább a nagyobbik 16 colos modellnél tudom elképzelni, hogy erre vetemettek, a 13 colosnál úgy vettem észre, ez a Full HD egész vállalható. Most nézzük a következő címet, ami valószínűleg többször lesz indítva majd, két munka között, a Warzone 2-t indítottam, és ezt megnéztem amúgy mind a két gépnél, úgyhogy közvetlenül tudjuk hasonlítani, hogy milyen értékeink vannak. A rendszer memória kihasználtság elég magas, 17,5 GB, ugye van miből elvenni a 32 GB összmemóriából, többet tud lefoglalni, a proci kihasználtság viszont már 50-60% rendesen meg van pörgetve. A VRAM kihasználtság ugye 7 GB, nem vészes, és picit hőmérsékletben a videókártyánál fentem is mentünk 2-3 fokot, de a 81-82 Celsius fok még mindig nem sok egyáltalán laptopos, dedikált GPU-nál, ez nagyon baráti. Az, hogy egy ilyen kis 13 calos felületen, ahol valószínűleg a hűtés is át van rendezve a nagy géphez képest, ilyen számokat tudunk hozni, nagyon jó, panasszal én nem élnék ezzel kapcsolatban, és a játék amúgy magas grafikai beállításokon van, ugye Full HD felbontáson, és ez a 130-140 FPS több mint játszható. Simán rá tudjátok kötni mondjuk egy nagyobb képfrissítéssel rendelkező monitorra, és esetleg G-Sync-et használva egy nagyon sima játékmenetben lehet részletek. De ezt akkor már indítsuk el a nagyobbik gépen is. Hát jól látszik, hogy a rendszer memóriából rengeteget kért, pluszban mivel összesen 64 GB-unk van, érdekes, hogy 4 GB-ot azonnal rádobott, a VRAM kihasználtság megegyezik nagyjából, viszont a hűtés ennél a gépnél jó. Pár Celsius fokot nyertünk vele, és a monitorozó program itt kicsit megkavarodott, 0 watttal érzékeli az RTX 4070-et. Itt valami beállításbeli para lehet, viszont a teljesítményét teljes mértékben ki tudjuk használni. Láthatjátok, ugyanúgy 120-130 FPS-ünk van, teljesen ugyanazokon a beállításokon, mint a kisebbik modellnél, úgyhogy tudjuk jól, meg van hajtva rendesen az RTX 4070, visszafogva nincs egyáltalán. A proci kihasználtság kb. Ugyanaz, és minden más adatban kb. Megegyezik, hiába a nagy méret nem tud jobb számokat hozni FPS-ben, mint a kis pici laptopunk. Maradván a kisebbik modellnél elindítottam pár nagyobb AAA címet, mondjuk a Ghost of Tsushima-t, max grafikán vagyunk, Full HD felbontáson, 65 FPS-re futott a játék, az adatok kb. Megegyeznek az előző játékokhoz képest, annyi, hogy a proci alig van kihasználva, de láthatjátok, hogy ilyen újabb megjelenések is simán elszaladnak ezen a gépen. Magas grafikán még a Hellblade 2-t is elindítottam,
Full HD felbontáson, ugye egy ilyen 30-40 FPS van ezzel is, teljesen játszható mondjuk kontrollerrel a kézbe, de még egérbillentyűzet is megkockáztatom, hogy egy ilyen filmszerű játékkal el lehet lenni ilyen FPS számokkal is. A hőmérséklet, a RAM, a VRAM kihasználtság nem sokat változott, de ugyanez a helyzet a nagy 16-szoros modellel is, elindítottam rajta Horizon Forbidden Westet például, ami Full HD felbontáson max grafikán egész korrekt 60 FPS tud hozni, néha lemegyünk alá, de nagy százalékban azért megvan a 60 FPS, úgyhogy ez egérbillentyűzete is teljes mértékben játszható, és itt megnéztem azért még az LMV2-t is, ami általában nem szokott jól futni a gépeken, most is beleütköztem abba, hogy csupán Full HD felbontáson, magas grafikai beállításokon nem tudok 60 FPS fölé menni, egyszerűen ez a játék ennyire leterheli a gépeket. Persze ez ugyanúgy egérbillentyűzettel játszható, annyi, hogy hőmérsékletben a videókártya meg kicsit fentebb ment, 85 Celsius fokot is elér, ami laptopos környezetben még mindig nem számít soknak, viszont a rendszer memória még mindig kitart, és a RAM fogyasztás elenyésző az összesen 64 GB-hoz képest. Az elmondható, hogy ha megmaradtok ezen a kis felbontáson, mindennel 60 FPS fölött tudtok lenni, kivéve a Hellblade 2-t, de attól senki sem várta, hogy fölé tudunk menni, viszont ha a felbontáson növeltek, még mindig sok esetben, főleg ilyen Warzone 2-es kategóriájú játékoknál, azért a 60 FPS fölött ugyanúgy meglesztek. Ilyen pici formatervben ilyen nagy erőt én ritkán tapasztalok. Persze a nagy gép is megérdemli a dicséretet, de igazán itt a kis modellnél jön ki a méret és teraflop aránya. Ki lehet jelenteni mindkét gép játékra több, mint alkalmas a munka mellett. Na de ennyi is lett volna ez a dupla laptop bemutató. Ha tetszett és látnám még hasonlót itt a csatornán, szívesen egy lájkal és iratkozz fel. Kommentben várom a véleményeket a ProArt eszközökről, ti használtatok már ilyet, vagy használt vennétek valamelyiknek? A következő videóban találkozunk, addig is, sziasztok!